Moldován Csaba vagyok, és én vagyok jelen pillanatban a legszerencsésebb az egész teremben, mert amíg itt mindenki beszélgetett, addig ezt a munkát elrakom innen, amíg mindenki beszélgetett, addig én itt szürcsögettem a finom limonádémat, amit ide ki volt készítve, de csináltam magamnak, mert én növényeket hoztam. Még az első kávészünetben mindenki jött hozzánk limonádét inni, mi azzal foglalkozunk, hogy megpróbáljuk a növényeket életben tartani. Ez az egész úgy indult, hogy néhány évvel ezelőtt, talán két évvel ezelőtt megkeresett egy ismerősen, egy kicsit őrült, ilyen bolond építész, és azt mondta, hogy mi lenne, ha elkezdenénk növényeket termeszteni. Tudom neki, hogy mész a mezőre, ásol magadnak, aztán elszorod a magokat, és akkor lesz belőle növény, és foglalkozzál ezzel. Én IT világban dolgozom, nekem nem érdekelnek a növények. De azt mondta, hogy de az jó, mert hogyha növényeket termesztünk, és növényeket tartunk életben, akkor az embereknek ezzel segítünk. És mondtam neki, hogy figyelj, ha valaki növényt akar magának otthon, akkor olyan, hogy a Tesco-ban megveszi a bazsalikomat, hazaviszi, ott van 2-3 napig, és akkor az úgy tök jó. Aztán, hogyha már elhalt, akkor majd elmegy egy másikért. És azt mondta, hogy ez jó, de pont ez a baj, hogy megveszem a Tesco-ban a növényt, hazaviszem, ez lehet madaras Tesco is, meg osan, meg bármi, elnézést, hogy egy céget kiemelek, ugyanaz a minőség van mindenhol. Hazaviszem ezt a növényt, két napig legelem, és utána meghal. De ezeknek nem ez lenne a feladat, ezeknek az lenne a feladat, hogy hazaviszem, ott van, jól érzem magam, folyamatosan legelem, és lehetőleg semmi dolgom ne legyen vele, csak mindig levágjam és élvezem. És hogy oké, de ezt hogy tudjuk megvalósítani? Hát mit fogunk csinálni? Növényeket fogunk házhoz szállítani? És utána az, hogy fog életben maradni? Hogyha a teszkos növény két napig marad életben, akkor a miénk sem fog tovább életben maradni. Mondtam neki ezt a monológot, és azt mondta, hogy semmi baj, majd keresünk hozzá mindenfajta technológiákat, és elkezdjük az egészet összeépíteni. Mondom, innentek ezen a izgalmas a dolog, mert ha építeni kell valamit, meg van benne IT, meg hasonlók, akkor ahhoz talán tudok hozzászólni. És elkezdtünk kutatni a világban, és arra jöttünk rá, hogy mi kell a növénynek. A növénynek kell egy táptalaj, a növénynek kell víz, és a növénynek kell fény. És mi elkezdtünk egy olyan rendszert építeni, ez a Grófi életben tartó rendszer, ahogy mi hívjuk, ami semmi más nem csinál, mint ezeket a dolgokat biztosítja a növénynek. Ezt a keretet, hogyha én betenném egy konyhaszekrénynek az aljába, vagy levinném a pincébe, akkor ott ugyanúgy életben tartaná a növényt, mint hogyha a legjobb körülmények között egy üvegházban tenném mindezt. És, de hát miért vinném be a pincébe, hiszen jól néz ki, bármelyik konyhának a dísze lehet. Úgyhogy elkezdtünk kísérletezni, és kialakítottuk ezt a rendszert, és egy éves kutatás és kísérletezés során kiválasztottunk egy csomó olyan növényt, amiben hittünk, hogy jól fogja magát érezni ebben a rendszerben, és idén májusban mi is kiléptünk a piacra, és startuppá válva egy ilyen kutató-kísérletező folyamból fiatal vállalkozó cégé váltunk, és most már nagyon sok helyre szállítjuk ezeket a kis rendszereket, és próbáljuk azt az ígért hirdetni a világban, hogy nem csak meghaló és kidobható növényeket, hanem újrahasznosítható és bárhol finom és friss növényekhez lehet hozzájutni. A rendszerünk tehát arról szól, és itt visszatérnék magára a Grófira, hogy egy növény életben tartó rendszer, hogy egy olyan szolgáltatást nyújtunk bárkinek, mint a baromos víz és a Nescafé, vagy a Nespresso rendszer. Lényegében van egy szép kiegészítő, hasznos eszköz a konyhában, bármikor hozzáférek a friss növényekhez, nem kell bekaszolnom a kezem, nem én termesztem ezeket a növényeket, ugyanakkor amikor szükségem van rá, akkor jön egy szolgáltató és kicseréli ezeket. Ezt csináljuk, ezzel foglalkozunk, és az elmúlt egy hónapban több mint 20 ügyfélhez jutottunk már el, elmúlt két hónapban több mint 20 ügyfélhez jutottunk el, akik elkezdték a szolgáltatásunkat használni. És hogy miért vagyunk itt? Azért vagyunk itt, mert hiszünk abban, hogy van olyan része a világnak, ahol nem csak azért vennék igénybe az emberek ezeket a növényszolgáltatásokat, mert egyébként kényelmi szempontból egyszerűbb a konyhában frissen levágni az ott lévő növényeket, hanem mert nincs rá lehetőségük, hogy meg tudják ezt oldani a saját kertjükben, hiszen olyan kis élettérben vannak, gondolok itt a távol-keleti ázsiai országokban, ahol nincs rá lehetőség, hogy nagy kertekben tudjanak termeszteni növényeket. Ezért szeretnénk eljutni a távol-keleti piacokra, és azt gondoltuk, hogy ha van olyan fórum, ahol a kultúra mellett, vagy az agrárkultúra is meg tud jelenni, akkor szívesen csatlakoznánk egy ilyen kezdeményezéshez, és azt gondoltuk, hogy a Balassa Intézet erre
alkalmas lehet, és hogy mi az a mennyiség, amit le lehet szüretelni. Hogyha kint voltak és ittak a koktélokból, akkor azt elmondom, hogy ebből és ennek a testvéréből születeltük le azokat a növényeket, amit ott beszortunk a koktélokba, és még mindig burjánoznak, úgyhogy nagy mennyiségben van rajta rengeteg növény, úgyhogy lényegében ennyi. Köszönöm a figyelmet! Köszönöm.